hogy mi történik akkor, ilyenkor mindig egymásra szoktak nézni a fiatalok, ez hihetetlen jó, meg mindig bedőlnek el, meg a trükknek. Ugye a másikra gondolom, te már láttál ilyet? De nem ezt szokták kérdezni, hanem ugye a lelki szemeik előtt megjelent. Emlékszel? Hogy emlékeznék, hogy be volt a nyúlva, hogy nem emlékszem semmit. Szóval, a változásról szól. És gondoljatok bele, hogy mi történik az emberrel, amikor elkezd alkoholt fogyasztani, első pohár, második, harmadik, negyedik, kérdés persze, mekkora ez a pohár, és mi van benne, és hogyan lesz abból a vidáman kipirult a tínédzserből, az árokpartján térkönnyű helyzetben paré részegen okádó valaki, aki szeretne még talpra állni, de ilyenkor aztán csak úgy tudunk mozogni, ugye, mint egy kézilabdakapus. Szeretnék még valamit értelmesen magyarul mondani, de ilyenkor csak angolul tudunk üvölteni, az csak artikulátlanul. És azért, mert van egy etanol nevű szer, ami bekerül a szervezetünkbe, elindít egy folyamatot, és ezt nem tudjuk lefolyásolni. És tök egyszerű a történet megoldása. Megmondom nektek őszintén, én soha senkit nem láttam még attól berúgni, mert nézett volna egy hordóbort. Soha senki nem került marihuána hatás elé, mert letettek volna egy megkekedett spanglit elé, hogy tabítva kiúztak volna egy csíkot, de abban a pillanatban, hogyha bekerült a szervezetébe, akkor elindult ez a folyamat, amivel áll, semmi ráhatása nem volt. És tök mindegy, hogy mi a helyzet a szerotoninnal, a dopaminnal, a receptorokkal, mennyi a szem vízoldékonysága, oldódik a zsírban, vagy nem. 27 rangú dolog, a változás ténye a legfontosabb, és ezt egyféleképpen tudod elkerülni, ha mersz és tudsz nemet mondani. Nagyon egyszerű dolognak tűnik, csak igazándiból a szituációkban lehet itt nagy különbség, hiszen tök más nemet mondani, meg majd abban a bizonyos pénteki 3-12-es buliba, amikor tényleg meg kellene próbálni jó döntéseket hozni. Most hogyan is kezdődött maga a kábítószer használat? Ez egy tök érdekes dolog, kétszer kezdődött el. Hát kétszer elég ritkán kezdődik valami ugye a világ történetében, de ez kétszer kezdődik el, van egy populáris és egy kevésbé populáris kezdete. Ugye ez a populáris. Valamikor ugye 50-es évek közepe vége, szexuális bekrandó nemzedéke, zenészek, akik példaképként szerepeltek, szerhasználóként, és így tovább, és így tovább. És nagyon érdekes dolog, hogy ez a tömeg mennyiségű kábítószer használatot indította be, és érdekes az a probléma is, ahol az időnként fajul. És ha megnézitek itt például az, hogy ezen a dián csak kizárólag olyan figurák vannak, akik mind az életükben, mind a halálukban komoly kapcsolatban álltak a kábítószerrel, és valljuk őszintén nem egy közülük elég jelentősen előre tudta görgetni ugye magának, a rock'n'rollnak a szekerét, ami végül is ugye a világ zene életében komoly előrelépést jelentett. Itt van például Kurt Cobain. Nem tudom, hallott-e már valakit róla, hogy a Nirvana együttesnek a balkezes mindenese, aki heroinfüggő volt, majd végül főbelőtte magát, de nem lett volna Nirvana. Ugye, és amikor 24 évvel ezelőtt megjelent a Bleach néven, ugye fehérítő néven, az első nagynevezők, ez egy tökéletesen új zenei stílusnak, a grunge-nak vetette az alapját, és ha nem lett volna Nirvana, nem lett volna Alice in Chains, nem lett volna Nine Inch Nails, és így tovább egy számtalan zenekart lehetne mondani, és mindez egy heroinista fiú fejéből pattant ki, aki saját magát sem tudta elviselni, és 27 éves korában végülis heroin túladagolás követően főbelőtte magát. Hogy itt van Jimi Hendrix, ugye a világ egyik legzseniálisabb gitárosa, vagy Brian Jones, ugye az egyik Stones fiú, ugye Janis Joplin, aki azt mondta, én gyorsan, szeres szenvedélyesen hajnak fiatalon. Sikerült neki, heroin függő volt, 27 éves korában még felvette az utolsó kislemezét, a milyen Bobby McGee című számot, majd visszament a szállodai szobára, belőtte magát és meghalt. Vagy Jim Morrison, ugye a Doors együttesnek a frontembere, vagy akár itt van talán Amy Winehouse, akire szerintem a társaság is emlékezhet, hiszen ugye korunk egyik metamfetamin dívája, akinek mind az életében megjelent két nagy lemez, mint meg a halála után megjelenő, ugye a posztumusz lemez is fantasztikusan jól sikerült történet. És bizony-bizony ezek az emberek sokat tettek a rock'n'roll szekerének előrébbörgetésért, de borzasztó nagy árat fizettek értük, és bizony-bizony, hát valahol azért példaképként is szolgáltak. És ha már szerhasználat, akkor ugye miről szól ma a világ? Ma tökéletesen másról szól a világ. Ma már nem a heroinról, nem az amfetaminról, a metamfetaminról és így tovább, hanem a designerről abszolút uralják ezt a piacot, amikor olyan szerek jelennek meg, amiről valljuk őszintén, hogy mi szakemberek semmit nem tudunk. Tudunk róluk egy biokémiai ülenyomatot, esetenként valami fizikokémiai tulajdonságot, és semmit. Körülbelül 3 év lemaradásban vagyunk a történetben.
És nagyon érdekes a másik kezdete ennek a történetnek, hiszen ugye valamikor réges-régen, amikor ősünk megjelent ezen a bolygón, borzasztó kíváncsi volt. Pont olyan kíváncsi volt, mint ahogy mi is kíváncsiak vagyunk ugye a saját világunkra, és nagyon sok minden tapasztalat ugye már fölhalmozódik bennünk, és ősünk kíváncsiságában ugye egy csomó mindent megkóstolt, megevett, és megevett egy bombát, amiben 3 nap múlva belehalt, mert megette a gyilkos galancát. És akkor megevett egy másik gombát, amiben nem halt bele, olyan furcsán kezdte magát érezni. De ma talán azt mondanánk, hogy betépett, ugye de a betépett szó az ősnyelvben még nem szerepel, és olyan furcsán kezdett el viselkedni, és elkezdett álmodozni, és róluk már vannak emlékei. Időszámításunk előtt 7000-ben vagyunk Algériában, Algéria déli részén, ahol a sivatagban lévő barlangokban találták meg ezeket a barlang rajzokat. Ugye ezek voltak a gombafejű istenek, hát senki ne a Beatles együttesre gondoljon, ugye nem is lehetett sejteni, hogy lesznek még ilyen jellegű gombafejű istenek, hanem a sámán kultúrák megalkotóiról szól. És ha belegondoltok abba, hogy a sámán kultúráknak miről szólt a rokkhasználata? Egy abszolút réteg szolgáltatás volt, hiszen a sámán megtanulta az előzőtől, továbbadta a következőnek, és ez a tudásbázis jelentett számára hatalmat. És ez egy tök avétos duma, amit most elmondott egy nagyon gáz felnőtt duma, hogy miért érdemes tanulni. Gondoljatok bele, a sámán nem ő volt a legerősebb, a legjobb illővő, dárdahajító, nyomkövető, stb. Általában valahol a gyenge kategóriába tartozott, de szoftverben ő volt a legerősebb. Neki volt a legkomolyabb tudásbázisa, és ő pontosan ezzel a tudásbázissal tudott kiemelkedni a többi közül. És talán ezért fontos, hogy az ember tanuljon, mert ha tanulsz, az olyan tudásbázis felhalmozást jelent benned, ami lehetőséget ad az önmegvalósításra. És ez hihetetlenül fontos dolog. És ti most vagytok ugye abban a korban, amikor a szoftver még legjobban fejleszthető. Később ez már sokkal nehezebben fog menni, és azt gondolom, hogy érdemes kihasználni a lehetőséget. És egy másik érdekes dolog, hogy volt-e ezeknek a sámán kultúráknak kártékony hatása. Persze valószínűleg volt olyan sámán, aki meghalt rottulagolásban, de azt kell mondjam, hogy összességében ez a fajta szerhasználatnak nem volt sem egészségügyi, sem szociális, sem gazdasági, sem pedig politikai következmény. És ha belegondoltok, ma is vannak ilyen sámán kultúrák, és milyen érdekes dolog, hogy amikor napjainkban hallunk egy kábítószer problémáról, akkor az nem az Orinoco partján élő indián törzsnek a szerhasználatáról szól, meg nem is a nyenyeceknek a bombahasználatáról, hanem a modern, felvilágosult emberről, aki már nem tud ezekkel a szerekkel együtt élni, habár több tízezer éven keresztül úgy tudtunk ezekkel a szerekkel együtt élni, hogy nem okozott probléma. És ez egy hihetetlen komoly, negatív változás volt ugye ebben az egész történetben. Mit is használtak a sámánok? Használták például ezt a bombát, nagyon szép latin neve van, magyarul trágyagombának hívjuk, ami olyan hatóanyagokat tartalmaz, ami mind szerkezetében, mind hatásban az LSD-hez hasonlít, és persze némi testi tünetek is megjelennek. És van még egy másik érdekes gomba, ez a piros kalapos fehérkötyös gomba, amit például a honforgaló őseink sámánok is használtak. Honnan lehet ez a történet ismerős? Szerintem van itt a társaságban olyan, akinek az óvodában gomba volt a jelen. Nem? Na vagy, persze, hogy van, vagyunk egy pár nép. A kérdés a következő. Egy 5 éves kisasszony, vagy 5 éves fiatalember, aki büszke a saját óvodai gomba jelére, vajon tudja azt, hogy ez a gomba miről szól. És nem azt kell neki elmondani, hogy hát fiam, hát ebben van egy úszimol nevű hatóanyag, ami a szubkortikális régióban jelentősen megemeli a szerotonin és a dopamin szintet, mert akkor a gyerek ránéz apukára, és azt mondja, hogy a faternak elmentek otthon, ilyen baromságokat mond nekem. De azt nyugodtan el lehetne mondani, hogy ha megennéd ezt a gombát, kisfiam, kislányok, akkor itt szaladgálnál körbe-körbe, ledobnál magad a földre, vagy furcsán kiabálnál, mert azt gondolnál magadról, hogy te vagy a pöttyös labda, a kis autó, a vonat, vagy az űrhajó, mert ez a gomba ez nem csinál veled már csak egyetlen egy dolgot, megváltoztat. És ez egy hihetetlen fontos dolog, mert mi okos felnőttek úgy gondoljuk, hogy a 15-16 éves gyerek, amikor elmegy a buliba, akkor majd 9 óra 00 és 9 óra 8 perc között tömörített fájlformátumban megpróbálunk gyereket nevelni, hogy ez ér valami, és ez abszolút semmit nem ér, mert a gyerek ott fog állni a szőnyeg szélén, bólogat, baromira unja, azt se tudja, hogy mit mondanak neki, mert alig várja, hogy elmessen, mert már késésben a buliból. És miért nem merünk ezekre a dolgokra
akkor sokkal hamarabb elkezdeni beszélni. Mert nem hiszem, hogy egy ilyen mondatot követően a gombaiai óvodás alig várja már, hogy mikor mennek kirándulni, és ott fogja a fenyőfalat zaválni a gombát. Szó nincs róla, csak belekerül valami a puttonyába, megismeri ezt a világot úgy, hogy nem kell használnia, és gyakorlatilag sokkal jobb döntéseket fog hozni. És mi van azokkal, akiknek nem volt gomba jelük, ők hol találkozhatnak ezzel a gombával? Hát például a mesék birodalmában. Hát itt van például a vakond mese, minden vakond mesében van gomba, vagy akár itt van a hófehérke, sőt a hupikék, törpikék, milyen ház valaknak? Pontosan ugyanilyen gombaházban, magyarán szóval nincsen olyan gyerek, aki ne találkozna ezzel a gombával. Csak vajon mi okos felnőttek merünk-e ezekről a dolgokról beszélni, és ha nem, akkor miért nem merünk ezekről a történetekről beszélni? Érdekes felvetések. És itt van például egy másik nagyon érdekes a mandragóra, hogy a mandragórával a fiatalság találkozik, Homérosz, Iliász és Odüsszeiát kötelező olvasmány. Szerintem igen, és szerintem ti is pontosan ugyanolyan élvezettel olvastátok, mint ahogy mi. Ti is pontosan valószínűleg ugyanúgy nem túl sokat értettetek belőle, mint ahogy mi. De hát hősiesen elolvastuk, de sztori szempontjából tök érdekes. Tehát emlékeztek rá, hogy Odüsszeiosz, amikor elindult hazafelé Trójából, és ugye 10 éven keresztül kalandozott a földközi tengeren, eljutott Kirkének, a varázslónőnek a szigetére. És a varázslónő megitta a tőket a mandragóra főzetével, amitől a hajósok engedelmesek lettek és disznóvá váltak. Hát ez hogy arosebben képzelhető el? Megiszunk egy teát, és a teáton malacok leszünk. Hát azt kell, hogy mondjam, amit most meginnánk a mandragóra főzetét, lehet, hogy lenne közöttünk olyan, aki malacnak gondolná magát. Hogy valamiféle hallucinációs úton elindulnánk, ez szinte biztos, hiszen a mandragóra tartalmaz egy hatóanyagot, nevezzük atropinnak, de tök mindegy, hogy minek nevezzük, ami megváltoztat bennünket. Ez a rajz, ez egy gyerekmesekönyvből való. Akár a trójai háború, akár Odüsszeiosz utazásai tök érdekes sztorikat tartalmaznak, hát szegény Homérosz forog a sírjába, hogy lesztorizzuk ezt a fantasztikus eposszát, de igazándiból ezzel a sztorival találkozik egy kisgyerek is. És akkor elolvasunk neki a mesét, és akkor megnézzük a képet, és a gyerek megkérdezi, hogy apa, ez micsoda? Akkor apa azt fogja mondani, hogy ez varázslat. Hát egy nagy túlolt varázslat, ennek közel a varázslathoz, ezt úgy hívják, hogy tudomány. És ezzel igazándiból meg lehetne ismerni a gyereket, és a kérdés az, hogy el tudjuk-e mondani a saját nyelvén, hogy elmerjük-e ezeket a dolgokat mondani. És ami szerintem ennél sokkal közelebb áll a fiatalsághoz, ugye Harry Potter, mi nem véletlen, hogy egyre több és több iskolában kötelező olvasmány, és azt gondolom, ez tök jó. Hiszen valljuk őszintén, egy Pál utcai fiú, Degri csillagú, kőszívű ember, fantasztikus olvasmány, csak 2014-ben lehet, hogy egy kicsit nagyon poros.